délelőtti órákban jelent meg itt egy román autóbusz, amin meccsre indultak Romániába, és fennült velük Vég Szilárd is. Pedagógus volt, sajnos Érpatakon olyat nyilatkozott a konyári romákról, hogy ez felkerült a internetre, az iskolából elbocsájtották. Ha kirúgták az iskolából, akkor sem ennek nem volt értelme, hogy itten az iskola előtt a gyerekekbe félelmet szerintem kelteni. Miért kell ezt csinálni, mondom, a gyerekek előtt, itt az iskola előtt, miért nem mentek ki a falu végére? Ott őrjöngjetek, ne itt! El kell költöznünk innen, úgy leszünk, mint a zsidók, kitelepítenek minket. Ezek az ő pénzükből élünk, ők tartanak minket, mert mi sose dolgoztunk. Ilyen dolgokat mondtak nekünk. Iskola előtt kivették a nemi szervüket, elkezdtek pisilni itt jobbra-balra, büdött cigányok, meg ilyeneket kiabáltak, és én megszólaltam, hogy miért szittok? Mi van veletek? Szilárd, miért hoztad ide őket? Takarító nő szólt, hogy szégyeljék el magukat, legalább az iskola előtt ne pisíjék le. Utána jött a segítség, a rendőrség, utána ugyanúgy a mocskos szavakat kiabálták. Téged is védett, Lajos. Arra, igen, mondta Rózsi, menj arrébb. A többi, azt a népet, aki meg elkezdett volna neki is menni, az a kopasz férfi, az a nagy darab. Lajos szólt akkor, hogy igen, mindenki menjen fel a buszra, és menjenek el, de utána jött valami papírokat. Jött a parancsnok is, az is itt állt bent, és az is mondta, és utána felszálltak már. Nagy nehezen, és el is mentek. És utána a rendőrök mit csináltak? Semmi. Hát és semmi. Tehát maguknál nem gyűjtöttek adatokat, hogy eljárás nyitottak? Nem, azt mondták, nem történt semmi. Hát,